Szervusztok! Ebben a rövid videóban Kristófnak válaszolok a kérdésére. Az eredeti kérdést be fogom majd tenni a jellemzésbe, vagy a videó alá. Az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mi az élet célunk. Itt inkább arra gondolok, hogy mi által tudjuk, hogy egy adott dolog az, amit érdemes csinálunk. Gyakorlatilag amiért megszülettünk. Jó a kérdés, és mindnyájan mi azért vagyunk itt a Földön, első ok, hogy meggyógyítsuk magunkat a múltból, ezek lehet, hogy ősi történetek, lehet, hogy múlt életbeli történetek, és a gyógyulás az nem csak arról szól, hogy mi jobban érezzük magunkat, hanem arról, hogy erre az életcélra rátaláljunk, hogy ezt az életcélt mi felfedezzük, és ezt az életcélt mi megvalósítsuk. Mindenkinek más az életcélja. Ezt a lélek szinten vállaltuk be, és ebben az az érdekes, hogy mindenkinek más az élet célja. És emiatt az az energia, amiben eddig éltünk, ez a versengés, másoktól való félelem, attól, hogy fú, mi lesz akkor, hogyha ez az ember nagy sikerre tör, akkor mi lesz velem, mi fog velem történni? Ez a most vagy a jövő világban, ez nem lesz. A te életcélod az teljesen más, mint az enyém, az én életcélom teljesen más, mint az övé, 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 övé. Nincs ugyanaz az életcél. Tehát annyira egyedi az életcél, hogy ez teszi fantasztikussá ezt az elkövetkezendő világot. A lélek által elhatározott. Természetesen bevennek a mesterek, ugye a, nem tudom magyarul, ascended masters, tehát a felemelkedett mesterek, nem tudom, ezt majd segítsetek ebbe. Ők, mikor leültek velünk az inkarnáció előtt, hogy mi is akarunk, mi lesz az ajándékunk, ez a belső életcél, mi lesz az a, ez egy jó szó egyébként, ez, erre hadd térjek ki egy pillanatra, hogy mi az az mi ajándékunk, az az egyedi ajándékunk, amivel mi tudjuk szolgálni a teremtőt és egymást, és egy jobb életet teremteni. És ez az az egyedi most, ajándék, ezt kell megtalálni. Itt van egy nagyon érdekes trükk, hogy ez az ajándék, ez a belső életcél, ez el van bújtatva. Ez olyan, mint ez a, mint a lehetetlen misszió, vagy ez a lehetetlen a mission impossible. Hogy mindig van egy icipici kis következő részlet, megkapod a kis cetlit, azt mondja, menj oda a telefonhoz, emeld föl, és akkor valaki válaszol neked, mond valami kódjelet, és akkor tudod, megyünk, és csináljuk. Az életcél az numerológiailag be van kódolva a lelkünkbe, és nem könnyű megtalálni. Több oknál fogva. Az egyik az, hogy a traumáink alatt vannak, tehát meg kell oldani először a traumáinkat, ami egy kihívás a legtöbb embernek, nekem is az volt. És van egy-két egyszerű, ilyen kezdeti, gyakorlati lépés, amit tudok javalni, de aztán utána tudod, meg kell oldani a tudatalatti blokkokat, meg a traumákat. A kezdeti egy-két dolog, hogy mi az, ami a szívedből jön. Tehát, hogyha lenne pénzed, lenne időd, nem kéne foglalkozni a fizikális világnak a megélhetőségével, mivel foglalkoznál?
Mi az, ami a te szívedet lángra lobbantja? Ez egy fontos része. Lehet, hogy nem fogod tudni letölteni a legprecízebb verzióját, de ha már erre tudsz válaszolni, akkor az már egy jó irány. A barátnőmmel nekünk van egy leányvállalatunk Németországgal, és ezek a német vállalat, ez egy nagyon érdekes, egy úgynevezett ilyen lélek, cél, élet, cél analízist teremt, vagy gyárt, vagy készít el. A születési név és a születési dátummal fantasztikus, precíz. És ezt azért mondom, mert például az enyém, ami most már 10 éve megvan, talán lehet, hogy annyi még nincs, mondjuk 8 éve, tök mindegy. Az enyémben az van az egyik életcélom, vagy az egyik fókusz, ilyen, hogy nekem meg kell tanulni, hogyan kell az embereket úgy segíteni, hogy meg tudom szabadítani őket a démonoktól. De most, mikor én ezt először olvastam, még így, mondjuk, hogy 10 éve, mert szerintem az 10 éve volt már, az nem azt mondja, hogy oké, hallom, látom, felfogom, de nem jelentett semmit. És amikor elkezdtem tanulni ez a nagyon mély spirituális pszichológiát, és utána átdolgoztam magamat ezen a több 10 000 blokkon, utána elkezdtem tanulni a kvantum pszichológiát, és utána rájöttem, hogy te jó Isten, hogy ennyi minden van, és ennyi minden hajt minket, és ennyi minden meghatározza azt, hogy mi folyik a felszínen. És akkor jöttem rá, hogy ez a rengeteg asztrál síki traumám, ez a rengeteg, tudod, ilyen hihetetlenül komplex valami, amikor megoldottam, elém tárult az, hogy igazán amit az mondott, az igaz. Ha én nem mentem át volna ezen a 1 millió mérföldes úton, amit mondtam, nem tudom, hogy láttátok ezt az interjút, ez csak angolul van meg. Most már talán egy éve ez a hős útja, a Hero's Journey. Ha nem mentem volna azon át, akkor nem tudnám értékelni ezt, hogy én, nekem az egyik életcélom az az, hogy segítsek az embereknek megszabadulni ezektől a démonoktól. A démon az persze megint ugye ez az aljas ego, aminek több 10 000 a rétege van és trükk. Tehát ahhoz, hogy te tényleg az életcélodat fel tud fedezni, ahhoz nagyon komolyan meg fel kell oldani a traumákat, bátornak kell lenni, ezt mindig mondtam, a bátorság nélkül, tudod, nem megy. És ahogy haladunk előre, ahogy egyre inkább engedjük el a traumánkat, ugye az lenne így a hiedelmünk arról, hogy hú, tök jó lesz, egyre könnyebbnek, lájtosabbnak fogom érezni magam, és akkor egyszer csak berúgom az ajtót, és ott a paradicsom, és jönnek majd ezek a szilvárvány színű lovacskák, és így tovább. De nem. Az ego, az aljas, a legmélyebb ego, a sötét ego, az beültetett bennünk olyan hiedelmeket, és olyan blokkokat, olyan ilyen betonfalakat, hogy azoknak a feloldása nélkül az életcélunk az csak egy vágy marad. Azok a hiedelmek, ilyen árnyoldalak és ilyen kacifántos trükkök, amit az ego legalul, a leghátsónak a raktár háruházakat, a legesleg végén ott vannak ezek a ninják, akik nagyon ügyesen ránk támadnak, hogyha kicsit túl közel kerülünk az igazsághoz. Amíg ezeket a ninjákat nem tudjuk semlegesíteni magunkban, amíg ezeket a hiedelmeket nem tudjuk semlegesíteni magunkban, addig marad csak egy ilyen frusztráló vágy, és akkor egy picit megpróbáljuk ezt, de úgy visszalépünk. Megpróbáljuk kicsit a másikat, visszalépünk, és a régi rendszerben az volt, hogy
ez volt a norma. Mennyibe a kocka házadba, mennyibe a kocka, tudod, irodádba, legyen kocka fejed, ne beszélj sokat, főleg ne olyat, ami kihívás, és utána ezért kapsz egy kis pénzt. Én mérnök voltam, tehát én Magyarországról van egy szakközépiskolai végzettségem, egy rádió-tévi műszerész képzettségem van. Én úgy dolgoztam még az USA-ban egy pár évet. Utána az ugye, hát főleg itt Amerikában megszűnt. És utána elmentem 1994-ben Chicagóba egy villamosmérnöki karra, és akkor megszereztem a villamosmérnöki diplomámat. Utána az első állásomat 1997 végén kaptam meg, az itt volt Arizonában, Tempe, Arizona, és mint egy orvosi, egy pacemaker gyártó, meg tervező vállalatnak lettem egy mérnöke. És ezt azért mondtam, hogy minden lépés az életbe, minden feladatkör, minden munka, minden kapcsolat valamilyen szinten ez az élet célhoz hozzájárul. Mind a két szülőm az programozó volt. Nem tudom, ismeritek-e, hogy hallottatok a apám, dr. Szentes János, egy világhírű előadó volt, egy matematikus. És nagyon bölcs ember volt, nagyon sokat tanultam tőle, szinte az első 10 évet az amerikai itt tartózkodásomban azt a belőle jövő bölcsesség táplálta. És ők programoztak nagyon profi szinten, tehát olyan szinten, hogy nem home vagy házi komputereket, hanem országszintű, meg megyeszintű, meg kontinens szintű programokat. Ilyen kormányokkal dolgoztak együtt. És én egy eléggé gyakorlatias srác voltam, szerettem bütykölni villamossági dolgokat, rengeteg áramkört építettem, erősítőket, kocsiba való ilyen kis kütymüty dolgokat, és mikor láttam a szüleimet, hogy szoftver kednek, mondom, hát én ezt soha, hát ez tehát majdnem, hogy úgy felfordult a gyomrom. Nem szabad természetesen hallgatni az ilyen típusú érzelmekre, mert aztán riktig, ugye, mi lettem nem csak villamosmérnök, hanem szoftverfejlesztő mérnök is, mivel a kettő szinte elválaszthatatlan, hát ezt nem hiszem. És ebben ugye két dolog van, az egyik a vicc, hogy amit mi nagyon elutasítunk, az be fog jönni, az be fogjuk vonzani, de örülök, hogy bejött, mert a szoftver, a profi szoftver tudás nélkül nem értenék például ma az elméhez. Mert az olyan, mint egy eszméletlen nagy profi szoftver. És csak hogy tudjátok, hogy én ilyen multimillió dolláros gépeket programoztam, mondtam ezt a bemutatkozásban, csak elmondom még egyszer, hogy olyan, hogy milliósoros programok meg. Hogyha ez van, akkor ezt csináld, ha nem az van, ne csináld. És olyan komplex és olyan precíz programok, hogy visszaemlékszem, most már nem csinálom, és mondom, hogy volt ehhez türelme. Mert amúgy én egy nagyon kreatív srác vagyok. Tehát én szeretem a kertet, szeretem az állatokat, tudod, szeretek a kocsimon bütykölni, tehát nekem ez az irodás bentülés, ez nem annyira megy, de hát csináltam. És most, hogy eljött az az idő, amikor az emberiség és a tudatosság eljutott arra szintre, hogy hallják ezt a típusú üzenetet, hogy az elme irányítja a világot, az elme tette tönkre a világot, de az elmének az átfésülésével és újraírásával minden megváltozható szinte egy pár hónap alatt. És most már látom azt, hogy ezek a lépések, hogy mennyire fontosak voltak ahhoz, hogy elérkezhessek erre a pontra. Én nem vagyok kész, tehát én megyek tovább, én haladok tovább az úton, csak mondom nektek, hogy az egyik ilyen alprogramunk, amit az ego szeret a felszínre hozni, az, hogy hát ez se kellett volna.
meg, hogy miért csináltam ezt. Tudod, ezek ez az önbüntető típusú ilyen gondolatok. Minden azért van, hogy valamilyen ok, hogy valamilyen szinten minket rávezessen a következő lépésre. A következő lépés is egy olyan dolog, hogy az egy pszichológiai struktúra. Mindenkinek van félelme a következő lépésektől. Ezt sokszor azt úgy hívjuk, hogy az ismeretlentől való félelem. De az igazi nyelvezete, a spirituális pszichológiának a nyelvezete az az, hogy félelem a következő lépéstől. És akkor azt meg kell tudni, hogy miért van ez. Ezt dekodolni tudni kell. Tehát honnan tudod? Összegzem egy picit, szeretem, hogy a végén összegezni, hogy tudod, összeálljon a kép. Mit tesz téged boldoggá, hogyha nem kéne gürizni vagy gürcölni? Hogyha lenne pénzed és lenne időd végtelenül, és nem kéne azokra foglalkozni? Mi az, amit te legszívesebben csinálnál? Szeretnék mondani még egy-két ilyen segítő tanácsot, mert ahogy mondtam, az ego nagyon uralja az elmét, és próbál olyan válaszokkal előhozakodni, ami félrevezető. Szinte minden életcélunk, vagy ilyen belső ajándékunk arról szól, hogy valamilyen szinten egymást szolgálni, egymásnak segíteni. Ezek az életcélok nem arról szólnak, hogy hatalmas házat fogok építeni, és a hegy tetején fogok uralkodni, és de jó lesz, meg a tigrisek fogják védeni az üvegházamat, hanem mindig egy olyan smi, hogy hogyan tudom szolgálni a teremtőt, hogyan tudom szolgálni az embertársaimat, és ezáltal teremteni egy olyan harmóniát, mind belül, mind kívül, hogy az egy jó világhoz vezessen, és egy jó világot tudjon fenntartani. Ez a lényeg, hogy minden igazi ilyen belső életcél ez erről szól. Jó. Köszönöm szépen a kérdést, és akkor majd csinálom a következő további szép napot.